Olvasod a könyvet? Nagyon vastag könyv. De tudod, mi van benne? Persze, hát, hogy mindenki. Kivéve az író urat. Mi? Te nem... Nem. De tényleg nem? Nem probléma, egy hét alatt meg lesz. Az elfújt a szélről szerintem mindenkinek vannak nyilván emlékei, élményei. Én is láttam annak idején, és nem mondom azt, hogy kamaszkoromban ez olyan nagyon nagy hatása volt rá, mert azt gondoltam, hogy nagyon robosztus, egy nagyon hosszú, egy nagyon masszív film. De hát persze a filmtörténelem egyik legnagyobb alkotásáról van szó, és hát érdekes ez a helyzet, hogy itt tulajdonképpen vagy így történt, vagy nem, de azok a figurák, akiket mi játszunk, azok valós figurák, és azoknak a kezében volt a film sorsa, ugye a Celestik a producerén, a rendező, és az egyik forgatókönyvíró. Ez a történet, ez jeles történet, tehát ez létezett történés, ami igaz, tehát ez megtörtént. Ez az ember, ez a David O. Selznick egyszer csak bedühödött, abba hagyott egy forgatást, ami hatalmas pénzből, egyik legnagyobb költségvetésű film volt akkor Hollywoodban, leállította az egészet, és azt mondta, hogy na jó, akkor írunk egy forgatókönyvet, nem tetszett neki ez a forgatókönyv, amit már 3 éve írtak. És ez tényleg megtörtént, hogy fogta, és bezárta az íróját, az új forgatókönyvírót, akit felkért egy irodába. Az, hogy ő benn volt-e, vagy nem volt benn, azt nem tudjuk, tehát ebből írta a darabot az író, és így jött létre tulajdonképpen ez az új forgatókönyv, aminek a végeredménye az elfújt a szél, ami nagyon-nagyon sokáig minden rekordot megdöntött. Ez azért megpróbál ez a darab dokumentum értékű lenni, tehát nem feltétlen a humorról van szó, de természetesen vannak benne szellemes fordulatok, és vannak benne olyan dolgok, amin persze a néző nevet, hiszen ennyi év távlatából már bizonyos dolgok tulajdonképpen viccesnek is hatnak, ugye 1938-39-ben játszódik a darab, de azért nem feltétlen a humor, hanem inkább az, hogy megmutassuk azt, hogy mi is történt akkor, illetve az a világ hogyan épült fel, ez a hollywoodi filmstúdió világa, és ebben hogy születtek a filmek, és ezek a milyen tragédiák, milyen dolgok játszottak szerepet abban, hogy végül is például az Elfújt a szél című film megszületett. Kriszi, visszatén felek! Ne, csináld inkább te! Ne, most szülök, hagyjam! Ne, Kriszi nélkül nem! Gyerünk! A gyerünk, Kriszi, jön fel a lépcsőn! Indulj! Kirúgott mindenkit Selznick a forgatás megkezdése után, és egy új stábot állított össze, és ezért zárt be minket ugye 5 napra, hogy akármi történik, meg kell csinálni a forgatókönyvet. Pedig hát nem is olvastuk a könyvet, teljesen, én sem, és végül is a forgatókönyvíró sem, hogy a Selznick utasítása alapján egy ilyen hatalmas nagy őrület kerekedik ebből, hiszen neki kell, vagy nekünk kell eljátszani a figurákat, a karaktereket, ahhoz, hogy a forgatókönyvíró egyáltalán ebből valamilyen módon jelenetet tudjon alkotni. Ne bökölj, a másik, álljunk meg egy pillanatra. Pofon üti a cselédlányt? Mint a húzat. A színes bőrű cselédlányt? Utók, a világ! Hány éves? A lány? 10-12. Na, azt már nem. Én nem, az biztos. Ilyet én nem csinálom. A lány hazudott, azt mondta, le tud vezetni egy szülés. Igen, mondtam Miss Scarlettnek, hogy értek a szüléshez. A visszaúton meg sétafikált. Igen, szörnyű volt, sétafikáltam. Mit volt a legnehezebb megjeleníteni ebben a vígjátékban a színpadon? Ez egy furcsa világ, ez az amerikai világ. Tulajdonképpen egyáltalán az, hogy producer, ez is egy furcsa dolog. Azt mi nem szóltunk hozzá, pláne a mi generációnk az még úgy alulról nézte, az, hogy most már vannak producerek. Ez az amerikai millió, ez volt ami nekem olyan idegen volt, és ezt mi megpróbáltam valahogy elsajátítani. Amerikában a producer mondja ki a végső szót, ugye ő teremti meg az anyagi feltételeket egy film elkészüléséhez, és hát ő a legnagyobb hatalom. Tehát a rendező is be kell, hogy hódoljon. Az általam játszott rendező az Óza csodák csodáját rendezte, és onnan vette ki Selznick, hogy ide kell jönni, és most ezt kell rendezni, ezt kell megcsinálni. Tehát igazából ehhez a helyzethez kellett alkalmazkodnia. És hát ebben a darabban ráadásul még színészként is helyet kell állnia, mert ugye kénytelen, kelletlen el kell játszania egy pár figurát ahhoz, hogy a forgatókönyvnek valami eszébe jusson erről az egészről. Úgyhogy
Hát ilyen rendezőkkel még nem találkoztam, meg ilyen helyzetet sem találkoztam természetesen, hogy összelegyünk zárva, kénytelen, keretlen pár napra, vagy akármennyi időre is, hogy elkészüljön valami. Igazából minden karakter ugye akar valamit, jön valahonnan, megy valahová. Tehát igazából itt egy emberről van szó, aki nem olvasta ugye a regényt, de belerázódik, mert eljátszák neki, mert elmondják neki, mert közben elolvassa. Tehát ugye nem véletlen, hogy 5 napra bezárkóznak ugye az irodába, és ott hatörik, haszakad, ezt a filmet most megcsinálják. És az író valóban elszenvedője ennek, mert ő valóban, ugye nem akkor jelent meg a könyv 1 éve vagy 1 éve, nagyon sok példányt eladtak belőle, de valóban az író még nem olvasta, és erről is szól a darab. Kocsit küldtünk, érte? Igen, Mr. Százni. A stúdió kocsiját? Igen, Mr. Százni. És még nem jött vissza? Még nem, Mr. Százni. De oda ment, érte? Igen, Mr. Százni. Biztos benne? Igen. Fél órával ezelőtt személyesen ellenőriztem. Telefonon? Igen, Mr. Százni. Maga hívta? Igen, Mr. Százni. Fleming lakását? Igen, Mr. Százni. Mitől és miért nagyon fontos karakter ebben a történetben a titkárnő? Azért nagyon fontos, mert ő az, aki segíti a fiúkat azzal, hogy mogyorót visz nekik, élelemmel látja el őket, vízzel. Tehát, hogy igazából ő megsegíti azt, hogy ők azt az 5 napot bent tudják tölteni. Titkárnő azért egy külső szemlélője ennek, de nyilván az idegi állapotát érinti, mert ő kapja a leszúrásokat azért, mert éppen bent megy a balhé, de alapvetően külső szemlélő, úgyhogy így megvizsgálja ezt. Türelmesnek kell lennie, nagyon szívósnak, erősnek, és nem szabad visszapofázni a Százniknek, ugye a főnökének, tehát hogy mindenképpen szikárnak kell maradnia. Az író úr fog beszélni a díszlettel, a jelmezzel, a kellékkel, a szállítással, hajjas minket, kéteinkkel, ezzel itt? Mi az, ami a legnagyobb okát adja a veszekedéseknek? Minden. 9 hónapig elkészül egy film, hogyha naponta kötsz egy kompromisszumot, az 270 kompromisszum. Mondjuk egy film 90 perces, tehát ezek szerint 20 másodpercekét jön egy kompromisszum. Mindenből komplétus van, abból, hogy ezt egyáltalán el kell játszanunk, abból, hogy csak banán tehetünk és mogyoró tehetünk, mert ez a kaja, más nem kapunk. Tehát minden, ami létezik ebben a helyzetben, mindenből komplétus van. Megyek az utcán, és szembe jön velem egy elképesztő, gyönyörű, csodálatos nő. És egymásra nézünk, tudod? És a szemében ott a kimondatlan igen. És ekkor én odalépek, és megkérdezem tőle, nálad vagy nálam? És fölmegyünk a lakásról, érted? A plüss szőnyegen, érted? Leveti a ruháját. A holdfényben megcsillan mesztelen teste. Én fölteszek valami gyönyörű, lassú zenét. Tolnám le a gatyámat, mikor belép egy filmrendező, és azt mondja, köszönöm, innen átveszem! Tény, hogy itt egy nagyon nagy vagon banáról és földi magyaróról van szó, ezen élni azért annyira nem kellemes. Csonka András, mint magánember, mit szólna egy ilyen helyzetben? Én nagyon félnék ettől a helyzettől, mert bevallom őszintén, hát egymás között vagyunk, refluxom van. Tehát ha refluxommal mogyorót és banánt kéne csak ennem, akkor azért elég kellemetlen helyzet adódna, mert ugye változatosan kell táplálkozni, és 5-ször keveset kéne táplálkozni. Egyébként ez mindenkire vonatkozik, nem csak rám. Ez általában ez az egészséges. Úgyhogy meg nekem a magyarót, bevallom őszintén a magyarótól, imádom a földi magyarót, de ahogy eszem, rögtön 5 perc múlva már afták nőnek így az inyemre. Tehát ez valami allergia lehet, úgyhogy nem könyörgöm, senki ne zárjon be engem sehova, és ha bezár, akkor adjon valami normális kaját. A magyarótól azt gondolom, hogy felfordulok, de szeretem a banánt például, az mindenféleképpen nagyon kellemes, az refluxra is nagyon jó, úgyhogy barátságos, gyümölcsről van szó, de azért maradok a szokásos, jól bevált étkezési tippjeimnél. Milyen érzés volt egy színpadon állni, illetve próbálni ezekkel a igazán nagy hírű művészekkel? Nagyon nagy lehetőség volt, és nagyon sokat tanultam belőle. Én pályakezdőnként kezdtem velük együtt dolgozni, és iszonyatosan sokat tanultam tőlük, azt nézve, hogy ők hogy próbálnak, hogy miket csinálnak. Ez nagyon-nagyon hasznos volt. Hát nagyon nagy dolog. Én nagyon örülök annak, hogy ennek a produkciónak a részese lehetek. A szemem! Micsoda, mi van? Mi van a szemed? Megvakulok. Na jó, gyere, hadd nézzem. Ülj már le. Mutasd. Nem kapok munkát. Nyugi, hadd nézzem. Várj már. Ne ülj le. Mindegy. Elpattant egy ér, biztos. Ne engedj, meg tudják. De nincs semmi baja. Megcsinálom bármelyik filmedet. Előbb ezt csináld meg. Nyugodj meg. Nem akarok visszamenni sofőrnek. Nem kell visszamenned. Kinek kéne egy félszemű sofőr?